Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagy megtiszteltetésért, hogy itt állhatok. Pisti, ahogy mondta, hogy milyen sokan vagyunk, mondom, hát biztos lett volna itt egy ilyen özvegyasszony lelkületű szolgáló, aki okosan tudott gazdálkodni a vagyonával, az utolsó két fillért is beledobta a persejbe. Hát egy ilyen tanító jobb lett volna, mint én, úgy gondolom, mert én nem tudok okosan gazdálkodni. Én nem is tanultam okosan gazdálkodni. Most néhány igeverset szeretnék felolvasni. A Máté evangéliumából, a 25. részből, a 14. verstől a 19. verssel bezárólag. Tehát Máté evangélium a 25. rész 14. versétől a 19. verséig. Olvasom Istenünk igét. Fennállva hallgassuk meg az ige iránti tiszteletből és Isten iránti tiszteletből felolvasott ige szakasz. Tehát Máté evangélium a 25. rész 14. versén kezdem az igén. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5. Ugyanígy az is, aki a 2 kapta, nyert másik 2. Aki pedig az 1 kapta, elment, gödöt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eddig az ige foglalja helyet a gyülekezet. Azért csak félig olvastam fel, mert Félix testvér is majd ebből az igéből fog szolgálni. Felhívtam, írtam neki, hogy jó lenne, hogyha egyeztetnénk, hogy melyik ige szakaszból készül, mert akkor én abból, ne ugyanabból készüljek. Aztán írtam, hogy én ebből készülök, mondta, hogy ő is. Hát akkor azt beszéltük meg, hogy akkor maradjunk ennél az igénél, mert Isten igéje olyan gazdag, és olyan sok üzenet van benne, hogy biztos, hogy jut neki is még ebből üzenet. Illetve azt beszéltük meg, hogy én inkább az anyagi részéről beszélnék, a sáfárságnak, vagy ennek az igének, ebbe az igéből azt emelném ki az anyagiakat, inkább a pénzügyi dolgokkal való sáfárkodás, gazdálkodást, ő pedig inkább a szellemi oldalával kapcsolatos dolgokat emelné ki. Úgyhogy így biztos, hogy kiegészítjük majd egymást, és nem lesz unalmas, és nem fogjuk kétszer hallani ugyanazokat az üzeneteket. Tehát, ahogy mondtam, én nem tanultam okosan gazdálkodni. Nem tudok okosan gazdálkodni, tanulom én is. Lajos testvére, hogy leírta a programot, odaírta, hogy Schneider Károly tanítás. És úgy Isten azt mutatta velem, hogy Schneider Károly tanulás. Ez a lényeg. És Isten azért kért mégis, ahogy mondtam, nagy megtiszteltetés, hogy itt állhatok, hogy Isten tanítani akar engem is ezekbe a dolgokba. Mert ahogy mondtam, nem tanultam én szülőktől se. Én nem tanultam az okosan való gazdálkodást. Se a szülőktől, se a gazdálkodj okosanból. Ugye a cím kapcsán, hogy gazdálkodj okosan, ez a társasjáték jutott eszembe. Biztos a velem egykorúak vagy idősebbek ismerik ezt a társasjátékot. Hoztam is néhány kártyát, említek belőle. Nagyon sokat játszottuk, szinte minden héten az egész családdal, de mégsem tanultam meg okosan gazdálkodni. De szüleimtől se tanultam meg okosan gazdálkodni. Neki én azt tanultam tőlük, anyukámtól, hogy ami van pénz, azt el kell költeni. De mindegy szálig és minél hamarabb. És hogyha nem is volt úgy pénz otthon, vagy kevesebb volt, akkor is anyukám úgy hívta apukámat, hogy papa, és akkor minden pénteken azt mondja, hogy papa, fodrász, kozmetika. 3500 forint volt, ezelőtt nem tudom, 30 évvel, és minden pénteken papa, fodrász, kozmetika. Minden mondta a papa, hogy hát nem nagyon van most pénz. Nem baj, minden héten anyukám fodrász, kozmetika. És aztán, amikor elmentünk egy családi nyaralásra is, például Németországba, akkor a legdrágább boltokba elmentünk, vettük ezt a pudingokat, habos puding, banán, rágógumi, és akkor azt vettük észre, hogy elfogyott a pénzünk. És a családi nyaralásról 2 nappal előbb haza kellett utazni, mert elfogyott a pénzünk. És tényleg így éltünk. Nem tanultam okosan gazdálkodni, és Isten tanít engem okosan gazdálkodni, és ennek ellenére mégis sokszor azt hiszem, hogy én milyen okosan tudok gazdálkodni, mennyire jutottam, és milyen régóta csinálom, mert pénzzel bánok, 25 éve vezetek egy vállalkozást, annak a vezetője vagyok, és egész sokat bánok anyagiakkal.
és Isten segít engem előrelépni, és tanít engem, de nem tudok. És sokszor azt hiszem, hogy tudok, és rutinból azt gondolom, hogy milyen jól megy nekem. És lehetünk így dolgokkal, lehetünk így az imádkozással, a Isten dicsőítésével, az ige hirdetése, hogy mi tudjuk. Mi már tudjuk, olyan régóta csináljuk. És minden eszköz megvan hozzá, az Isten dicsőítéséhez, és modern eszközök, és azt hiszem, hogy tudjuk, és azt hiszem, hogy tudok gazdálkodni okosan, nem tudok okosan gazdálkodni még. Én is tanulnom kell. És úgy, mint az én kollégáimnak, most Romániában van két beszerző kollégám, az egyik 15 éve dolgozik nálam. Nagyon komoly SAP rendszerrel dolgozunk, több 10 millió forint ez a rendszer, a két országra vonatkozóan. És aztán ők a készletgazdálkodással foglalkoznak, gazdálkodj okosan, rendeltek árut, és valamilyen képletet ők elnéztek. Rosszul csinálták, hogy megváltoztatták, és elkezdtek rendelni, és egyre ömlött be az áru. Nagyon sok áru jött be. Jött, mondta a kinti kollégám, a kinti vezető, hogy szükség van ezekre? Persze, kell, itt mutatja a gép, hogy ezt meg kell rendelni. És akkor aztán utána már megkétszereződött az árukészlet. És akkor azt vettük észre, hogy nem tudjuk finanszírozni az árukészletet, mert annyi van már belőle. És akkor kérdeztük, és akkor megnéztük, és akkor kiderült, hogy egy képletet elrontottak. De ha nem veszük észre, akkor jön be az áru, és nem ment a készletgazdálkodás. 15 éve csinálja, és szuper jó rendszer van, de mégsem ment, nem ment. És azt hitték, hogy ment. Vagy megy ez a dolog, vagy... Lehetne említeni mostanában a bankárokat. Nekünk van egy ilyen bankáros ismerőseink, és akkor van egy ilyen treasury nevű rendszer, ahol tudunk venni nagy mennyiségbe devizát. Vagy eurót, vagy dollárt szoktunk vásárolni, hogyha külföldre vásárolunk, akkor előre megveszik, vagy amikor jó az árfolyam. És folyamatosan egyeztetünk a bankárokkal, ebből fölhívjuk, na most veszünk 50 ezer, vagy 100 ezer, vagy akármennyi eurót. És akkor milyen az árfolyam? És mondta, hogy most vegyétek meg, most biztos, hogy jó lesz, az várható olyan a gazdasági környezet, hogy biztos, hogy erősödni fog a forint, most jó az árfolyam. És általában rendszeresen előfordul, főleg mostanában, hogy megvesszük valamilyen árszinten az eurót vagy dollárt, aztán egy hét múlva biztos, hogy 20 forintot vagy 30 forintot gyengül a forint. És akkor kérdezik a bankárokat, hát nem tudjuk. Pedig hát régóta ezt csinálják, benne vannak, de mégse tudják eltalálni. És lehetünk mi is így, hogy rutinból gazdálkodunk. És lehet elolvasunk egy csomó könyvet a gazdálkodással kapcsolatban. De úgy van ez, ahogy egy könyv említette a pénzgazdálkodásról, hogy egy ilyen hasonlítat mondott el, hogy ha megtudnánk, hogy el kell mennünk New Yorkba, mondjuk egy olyan negyedbe, mint Bronx, egy olyan nyomor negyedbe, nekünk egy ilyen üzleti ügyet megkötni. És kiderül, hogy mondjuk este kell ezt megtenni, 11 órakor, vagy éjfélkor. És hát amikor az ember ezt megtudja, akkor vesz egy könyvet, és akkor elolvassa a biztonságról, az önvédelemről szóló könyvet ezzel kapcsolatosan. De hát elutazott az ember, vagy elutazunk, és nem érünk a könyvnek a végére. És hát úgy is van, amitől féltünk, az beigazolódik, hogy egy fegyvert odafognak a fejünk közé, és mondják, hogy pénzt vagy életet oda kell adni. És akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát várjál már, ez a könyv 70 oldalas, de én még nem jutottam odáig, hogy mit kell ilyenkor tenni. És de a nagy valószínűséggel egyébként, hogyha eljutottam volna a végére, akkor se tudom, hogy mit csináljak, mert az ember ilyenkor ledermet, szinte lefagy, hogyha egy ilyen helyzetbe kerül. És ahhoz el kéne jutni, hogy elolvasom ezt a könyvet, elolvasom az önvédelemről szóló dolgot, és akkor utána azt alkalmazni is tudni kell. Nagyon sok gyakorlásba kerül ez, hogy utána meg tudjam védeni magam, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülök. És amit megtanulok, a tudást, így a fejből, le kell, hogy jusson a szívemig, illetve a tagjaimig, hogy én meg tudjam azt tenni, amit kell ezekbe a helyzetekbe. Én úgy gondolom, hogy így van a gazdálkodással is, hogy nagyon sok minden itt lehet a fejünkbe. Nagyon sok szakkönyvet el lehet olvasni. A gazdálkodásról, a pénzügyek területéről, rengeteg könyvben is, rengeteg tudást fel lehet halmozni. Csak amikor jön egy ilyen helyzet, hogy veszély van az életünk, vagy egy különleges helyzet, akkor számít az, hogy ezek, amit megtanultunk, ezt hogy alkalmazzuk. És úgy gondolom, hogy a legjobb az, hogy Isten igéje
igazít el bennünket az okos gazdálkodásról. Azért van ilyen sok ige vers, 2350 ige vers szól az anyagiakról, a gazdálkodásról, a pénzről, Isten igényével. Több, mint az imádságról. Nem azért, hogy többet gazdálkodjunk, mint imádkozzunk, hanem Isten igéje akarja, hogy eligazítson bennünket. És még azt sem elég, ha elolvassuk ezeket, hanem olyan jó lenne, hogyha a fejünkből a szívünkig lejutna, hogy egy ilyen különleges helyzetű, hogy ott van a fegyvercső a fejünknél, és bárpedig most ott van egy háborúval, egy energiaválsággal, és ti is átértünk egy 2008-9-es válságot, és ott van, és akkor nem tudja az ember, mit kell cselekedni. De akkor jön Isten, és segít nekünk, amit megtanultunk, hogy lejusson a mi szívünkbe, és tudjuk gyakorlatilag is alkalmazni azokat, amiket megtanultunk Isten igényéből. Erre akar Isten ma eljutatni bennünket a mai napon is, amit itt megtanulunk, ez sikerüljön apró pénzre váltani, és tudjunk okosan gazdálkodni, amikor olyan helyzetekbe kerülünk, amikor egy hirtelen helyzet van, olyan helyzetbe kerülünk. A gazdálkodásról azt mondta William Kelly, nagyon megérintettek ezek a szavak, azt írta, hogy nem attól félek, hogy kudarcot vallok, hanem attól, hogy olyan dologban leszek sikeres, aminek semmi valódi haszna nincs az örökké valóság szempontjából. Ez úgy nagyon megérintett, hogy van egy sikeres vállalkozásom. Két országban 8 vagy 9 telephelyen 100 emberrel dolgozunk. És tényleg vajon miért ilyen sikeres ez a vállalkozás, hogy miért kell sikeres legyen. És ezt kell vizsgáljam, és ezt kell a magunk területén vizsgálni, lehet kicsi dolgokban is ezt vizsgálni, nem kell nagy vállalkozónak lenni, vagy nagy dolgokban, hanem a mi magunk területén, ahol élünk, ahol gazdálkodunk. Ez a lényeg, hogy van-e valódi haszna az örökké valóság szempontjából ennek a vállalkozásnak, ennek a gazdálkodásnak, amiket mi csinálunk kicsibe és nagyba. Ez a lényeg, hogy legyen. Mert a mi gazdálkodásunknak nyoma van az örökké valóságban. És minden egyes megszerzett és minden egyes elköltött forintnak nyoma van az örökké valóságban. És nyoma is lesz. Vagy negatív, vagy pedig pozitív előjellel. Hát ez is úgy megérintett engem, hogy minden egyes megszerzett és elköltött forintnak nyoma van, és nyoma lesz a mennyországon. Olyan nyoma lesz, mint ahogy a gazdasági társaságoknál, a KFT-nél, BT-nél van egy éves mérleg, egy éves beszámoló. Ezek tetszik ez a név, hogy pénzügyi beszámoló. A gazdálkodásról kell nekünk számot adni vállalkozóknak. És kell egy ilyen éves gazdálkodásról egy mérleget csinálni a pénzügyről. És ennek a végén szerepel, hogy eredmény. És vagy negatív előjellel szerepel az eredmény, ez veszteséget jelent, vagy pozitív előjellel, ami nyereséget jelent. Tehát egy cég lehet vagy veszteséges, vagy nyereséges. És ilyen a mi gazdasági tevékenységünk is, hogy vagy veszteséges, vagy nyereséges az örökké valóság szempontjából. Olyan jó lenne, hogyha nyereséges lenne, mert nekünk is lesz egyszer egy számolás, mint ezeknek a szolgálatunkból. Egyébként is itt is egész konkrétan egy pénzügyi beszámolóról olvastunk. Az ő gazdájuk elszámolt velük. Egy pénzügyi beszámolóról van szó. És találkozunk vesztességgel, és találkozunk nyereséggel. És hát számot kell adnunk, mert a mi gazdálkodásunkról is készül egy mérleg, egy beszámoló. És majd számot kell adni róla, a méretünkről, szolgálatunkról, de ugyanúgy a pénzügyeinkről is. Sok ember úgy gondolja, hogy hát a pénzügyek azok úgy mások, az ítéletben annyira nem tartoznak bele, azt a hétköznapokba kell művelni, azt az imaházba nem hozzuk be, talán ezeket a hétköznapi dolgokat, a pénzügyeket, de erről is számot kell majd adnunk, ami pénzügyekről is van egy beszámoló, és készül egy beszámoló, és az Úr számon kéri tőlünk is, hogy hogyan gazdálkodtunk. Mert van egy Úr, itt ahogy a példázatban is olvastuk, van Isten, akinek el kell, hogy számoljunk. Sok ember nem számol ezzel, hogy van egy Úr, aki adja ezeket a dolgokat. És mi néha úgy vagyunk vele, vagy az emberek, hogy mi nem gondoljuk, hogy van egy Úr, mi milyen ez a vagyon, azt csinálunk vele, amit akarunk. És nem kell azzal elszámolni, és nem kell majd visszaadni. Egyik, vagy két évvel ezelőtt volt egy partnerünk, és a titkárnője elutalt pénzt. És hát a SAP-val dolgozunk, és egy hosszú számlaszám van, és az összeg, ez a számlaszám volt 120, 566, 212 mondjuk egy szám.
És az összeg pedig 9000 forint volt. És a kis titkárnő elutalta a számlaszámot. Nézem a számlám, hogy 120.516.212 forint a számlámra. Fú, hát mondom, jó sok pénz ez. És hát egyből én ezt fejbe olyan szépen elköltöttem. Kigazdálkodtam, hogy ezt kéne venni, ezt csinálnám, azt csinálnám. Persze tudtam, majd rájöttünk aztán, hogy honnan jött sírva, telefonált a titkárnő is, hogy hát egy tévedés történt, és ennyi pénzt átutalt. És nem a miénk, hanem két napig nálam volt, két napig fejbe használhattam, elkölthettem, de azt vissza kellett adni. És olyan jól elköltjük mi is, vagy esetleg így vagyunk, gazdálkodunk, hogy elköltjük a pénzt. És ez a másé, ez az úré, ezzel majd el kell, hogy számoljunk ezzel, és vissza kell majd adnunk. Sokszor azt hiszi az ember, hogy neki ez jár. És még kéri is Istentől, hogy a tékozló fiú jutott eszembe, hogy ő kikérte a vagyont. Szapjától, aztán távoli vidékre távozott, és eltékozolta a vagyon, mert kicsapongó életet élt. Nekünk ez jár. Én is ilyen voltam, hogy elkértem a vagyon, távoli vidékre mentem, el a szülői háztól, minél messzebb a gyülekezettől, és aztán eltékozoltam a vagyont, mert kicsapongó életet éltem. Ezt most nem akarom részletezni, úgy gondolom, a testvérek nagy része ismeri az én bizonyságtételemet. Azt mondja a gazdák, hogy okosan. Jól szeretném mulatni? Nos, tessék, lépj a 9-es mezőre, és fizess 800 forintot. Hát 20-30 év ezelőtt nagyon sok volt a 800 forint. Jól szeretném mulatni? Meg kell fizetni az árát. Tékozló fiú megfizette az árát, és én is megfizettem az árát. A szórakozásnak, a mulatásnak, a tékozlásnak megvan az ára, hogyha mi így gazdálkodunk. És nem jutunk egyről a kettőről. Mi lett volna, ha az első két sáfár is megkapja a pénzt, és eltékozolja a pénzt? Hogy számolt volna el az ő urának? És szégyellem én is, hogy nagyon sok mindennel nem tudtam úgy elszámolni. Uram, eltékozoltam. De van kegyelem. Így, ahogy a tékozlónak is volt. És tényleg így van, hogy ha eltékozolja az ember, elszórja a vagyont, abból nem lehet gazdálkodni. Nem lehet jól sáfárkodni. Nem lehet okosan gazdálkodni. Ezt mondja az első Zsoltár is, hogy a bűnösök útja szemmibe vész, olyan, mint a polyva, amelyet elfúj a szél. Így folyt ki az én kezem közül is a pénz, amikor Istentől távol éltem, tékozoltam és szórakoztam. Szórakozni, mulatni szeretnél? Nos tessék, meg kell fizetni az árát. Ne így gazdálkodjunk, ahogy a bűnösök és ez a tékozló fiú gazdálkodott. De ennek ellenére milyen nagy kegyelem, hogy nem járt neki, de az atya odaadta neki. Hát még az a örökhagyó élt, aztán a bátyja is élt, az kellett volna, hogy megkapja a vagyont, nem járt neki, de mégis odaadta. És aztán, amikor visszafogadta, hát akkor már minden vagyont eltékozolt, de mégis nem azt mondta a többieknek, hogy na, vagy a testvérnek, hogy megjött ez a szolga, most már menjél a szolgák közé, hanem fehér ruhát kapott, gyűrűt az ujjára, és újra fia lehetett, egy új esélyt kapott. És én is olyan hálás vagyok, hogy egy új esélyt kaptam. Megint anyagiakba is, a gazdálkodással is, itt egy újabb esélyt adott nekem, hogy mégis bíz rám, ennek ellenére, hogy ilyen életet éltem, vagyont, kegyelem. És legyünk ezért is hálásak az újrakezdés lehetőségért. Ha valamit elrontottunk, akár ezen a területen, akkor van kegyelem, és újra lehet kezdeni. És Isten pedig adja, kinek-kinek az ő képessége, vagy a másik fordítás azt mondja, hogy kinek-kinek az ő ereje szerint. Milyen csodálatos, egyik 5 talentumot kapott, másik 2-t, harmadik 1-et. Egy talentum olyan 40-42 kiló, hogyha aranyba mérjük, ez is talán más, de nagyjából ez a nagyságrend. Tehát 5 talentum 200-250 kiló arany talentum. A 2 az 80-100 kiló, az 1 pedig értelemszerűen 40-50 kilogram. És nagyon nagy pénz volt ez akkor, mert egy római légiósnak az 5 talentum a 130 évi bére volt. A 2 talentum az 52 évi bére, és az 1 talentum az is milyen sok, 26 évi bére volt egy római légiósnak abban az időben. Az is 40-50 kiló volt. De hogy Isten milyen csodálatos, mint a példázatbeli úr is, hogy nem egyformán adja. 250 kiló az 5 talentum. Biztos valami erős szolga lehetett, vagy kért segítséget, de ő elbírta ezt, hogy ennyi pénzt kapjon. A 40-50 kilós harmadik szolga az úgy gondolom, hogy nem bírta volna el ezt a súlyt, hanem neki ennyit kellett. Összeroskadt volna alatta. És úgy azt látom, hogy Isten nagyon sokszor gazdasági területen, vagy anyagiakban is pont annyit helyez, annyit bíz ránk, amennyit elbírunk.
Sokszor mi többre vágyunk, milyen jó lennének milliók, és milyen jó lenne költekezni. És hát erre ösztönöz bennünket a világ. A Totó 10. játékhetén 10.000 forintot nyertél. Nem, a Lottó 10. játékhetén 10.000 forintot nyertél, melyet a takarékpénztár fizet ki. A Totó 12-es találattal 6.000 forintot nyertél az országos takarékpénztárnál. Erre ösztönöz bennünket a világ, hogy hát keveseljük, amit Isten ad, akkor totózzál és lottózzál. És ezért van olyan sok lottó nyertes, aki összeroppan, nyer milliókat vagy milliárdokat, és összeroppan alatta. Mert Isten nem akar neki ennyit adni, hát azért nem adhatott volna, vagy adhatna nekünk lottó nélkül is, meg szerencsejátékok nélkül is. De mégis összeroppanna alatta. Sok lottó nyertes összeroppan a nagy nyeremény alatt. Tehát ne, ezért sem többek közt ne lottózzunk, és nem szerencsejátékkal kell megkeresni a pénzt, hanem munkával. Munkával. Ahogy ezt tette az Úr Jézus is, amíg a földön járt, az alatt a 3 év alatt dolgozott. És alanyi jogon senkinek nem jár a pénz. Azért meg kell dolgozni tisztességes és becsületes munkával. Ahogy ezek a két szolga, az első két szolga is tette. Azt mondja, azonnal vállalkozásba fogtak, hogy azonnal kereskedésbe kezdtek. És még az idővel is milyen jó sáfárkodtak. Nem tékozolták az idejüket, hogy majd ráérünk arra, hanem azonnal munkába álltak, azonnal dolgoztak. És ennek meglett az eredménye. Gazdák, hogy okosan, jó munkádért 1000 forint jutalomba részesülsz, melyet a takarékpénztár fizet ki. A jó munkának mindig van eredménye. Becsületes, tisztességes, bejelentett munkának. Vállalkozói oldalról is, tehát amiket mi alkalmazunk, nem feketén alkalmazzuk, hanem amennyit keresnek, be vannak jelentve a kollégák, és fehéren dolgoztatjuk őket, és megfizetjük utánuk a bért és a járulékokat. És ugyanígy munkavállalói oldalról is fontos, úgy gondolom, hogy tisztességes, bejelentett munkahelyen dolgozzunk, és így keressük meg a pénzt, mert ezen van áldás. És a befektetett munka nélkül nincs eredmény. Úgy gondolom, hogy ők is, ha nem mentek volna el azonnal kereskedni, dolgozni, vállalkozni, akkor nem lett volna eredmény. És ez igaz anyagiakra is, és szellemi dolgokra, hogy befektetett munka nélkül nincs eredmény. Tehát ezért volt ilyen eredmény, mert volt, és a harmadik szolga pedig munka nélkül akart pénzt keresni, vagy jutalmat kapni az ő urától. Ő elásta a pénzt. Vagy ezt a talentum aranyakat. És sokszor gazdálkodhatunk mi is így. Vagy gondolkodhatunk arról, hogy lehet, hogy jobb lenne valami könnyebben jött pénzt megkeresni. Engem is olyan sokszor megkísérte Sátán az ördög a vállalkozásba. Hogy majd mondjuk valaki beszámláz valamit, és akkor az áfát így akkor nem kell majd megfizetni valahogy. És különböző területeken az ördögnek nagymester annak, hogy megtámadjon bennünket. És mondhatjuk azt, hogy ó, hát a hívők, azok nem kísértés ezek a dolgok. Csak egy szolgára gondoltam most még itt kitérve egy kicsit, akit név szerint is megnevez Isten igéje, Géházi. Elizeusnak a szolgája. Csodálatos dolgokat látott, és pont egy csodálatos gyógyulásnak lehetett tanulja a világtörténelem legnagyobb csodájának, amely azelőtt nem volt, és azután is egész Jézus Krisztusig a leprás Naamán meggyógyításának. És milyen érdekes, hogy ahogy elment Naamán, akkor úgy gondolta, hogy Elizeus nem jó gazdálkodott. Az nem okosan gazdálkodott. Majd én. Ő nem kért semmit, mert jött a nagy vagyonnal Naamán. Ő nem kért semmit, majd én utána futok, és majd kérek tőle. Én majd jó gazdálkodok, okosan szerzek pénzt. És hamar és gyorsan szerzek pénzt. És hát tudjuk, ismerjük a történetet, hogy utána is futott és kért. De nem olyan sokat. Engem úgy az megdöbbentett, hogy Naamánnál volt 10 talentum ezüst, 10 rend ruha és 6000 arany. És Géházi olyan rendes, kedves volt, hogy ő 1 talentum ezüstöt kért, és 2 rend ruhát. És úgy gondolkodtam ezzel, hogy miért nem kért többet, bár kapott még 1 talentumot pluszba ezüstből, de hogy ennyit kért. Az aranyból nem is kért. És úgy gondolom, hogy lehet, hogy azért nyugtatta az ő lelkiismeretét, hogy hát azért mégis marad Naamánnak is, marad nekem is, még lehet, hogy majd a gazdáknak is juttatok belőle, vagy ott a proféta tanítványoknak is. Sokszor lehetünk még így is, mi is, hogy hát nem 10 talentumot, nem 10 rendről, hát csak egy kicsit. Ennyi még belefér. Géházinál is ennyi belefér. Az 1 talentum, meg a 2 rend ruha. Aranyat nem kérek. Ez belefér még. Nem férnek bele ezek a dolgok sem.
ami nem becsületes, és nem tisztességes, nem fér bele, és minket is megtámad ezzel az ördög. Nem nagy dolgok, csak úgy, hogy egy kicsit könnyebben szerezzek, egy kicsit többet. Mi, amikor építkeztünk 11 éve ezelőtt, akkor elmentem az egyik tűzéphez, és már tetőablakok hiányoztak, és mondták, hogy mennyi. Hú, hát mondom, jó drága ez már. A vége fele tartottuk az építkezésnek, nem nagyon volt pénzünk. És akkor mondom, nem lehetne valahogy, mit lehetne kitalálni? Hát mindjárt megvolt a válasz, mondta a fiatalember, aki ott volt, hogy adsz egy 5000-est, és akkor én majd ráírom, hogy ezek ilyen értékcsökkentett, cselejtes ablakok voltak. És akkor mindenki jól jár, nyert 15000 forintot, vagy 20000-et, mert 5000-et nekiadtam, 20000 kedvezményt kaptam az ablakokból, és akkor mindenki jól jár. Nagy dolog, úgy gondolom, nem nagy dolog, okosan gazdálkodtam. És akkor így ezt ki is fizettem, rendben volt, és akkor Isten lelke elkezdett bennem így munkálkodni, meg így inteni, hogy hát nem jó gazdálkodtam, mert jó járt persze a fiú is, jó jártam én is, de a tüzépnek a tulajdonosa az nem járt jól, mert őt károsítottuk meg. És akkor visszamentem a fiúhoz, mondtam, hogy hát figyelj, a 5000-es most már adjon nálad, azt nem kérem vissza, de itt van a 15000 forint, ezt valahogy juttasd már vissza a cégedhez. Mondom, valahogy nem tudom, hogy, de hát nehéz lesz, de valahogy akkor visszajuttatom. És mondtam, hogy így, és akkor bizonyságot tettem, hogy nálam ez nem fér bele. De aztán lehetne mondani ezeket a történeteket. Mindannyiunk érintve vagyunk ezzel, hogy gazdálkodjunk okosan, és az ördög próbál, hogy ne munkával, egy kicsit könnyebben szerezzél pénzt. Aztán a gazdálkodj okosanban, ott van a költekezés. Olyan sokszor, és egy nagyon nehéz terület a költekezés, olyan sokszor szembesülünk ezzel is, hogy milyen módon költekezünk. Mi is beszélgetünk otthon feleségemmel, azt mondja, hogy milyen jól egymáshoz adott bennünket az Úr, segítőtársat, hozzád illőt, azt mondja, hogy te nagyon szereted megkeresni a pénzt, én meg szeretem elkölteni. Azt mondja, milyen jó, hát milyen rossz lenne, hogyha mind a ketten csak keresnénk, vagy mind a ketten csak költenénk. Te megkeresed, én meg elköltöm. De nem felettébb költekezik ő, csak ezt a múltkor így ezen jól mosolyogtunk. És hát a gazdák, hogy okosabban is azt mondja, hogy ruhát a Corvin áruházakban vásárolj. Lépsz, nem tudom, mezőre is fizes 700 forintot. Rádiót, mosógépet, porszívót a Keravil boltokban vásárolhatsz. És hát úgy gondolom, hogy ma már nem Corvin, meg Keravil van, hanem megvannak különféle boltok, butikok, hogy milyen módon és hol lehet vásárolni. És milyen módon lehet vásárolni. És itt is a gazdálkodásról, hogy milyen jó gazdálkodtak ez a két szolga, hogyha ők többet költöttek volna, mint amennyit kaptak, akkor nem lett volna plusz 2 és plusz 5 talentum. És úgy a költekezéssel kapcsolatban is Isten úgy figyelmeztet, hogy mennyire fontos, hogy bölcsességet kérjünk a pénznek a költéséhez is. Mert nagyon sokszor mi kérünk Istentől az anyagiakat. Uram, ezt szeretném megvenni, egy házat, egy autót, vagy bármit, és nem is baj az, hogy kérjük az Úrt, add már meg, hogyha lehetséges. De én például korábban nem imádkoztam egyszer se, és nem kértem bölcsességet a pénznek az elköltéséhez. És a tékozló is eljutott odáig, hogy elkérte, ahhoz volt bölcsesség, kérem a vagyont, de az elköltéséhez már nem ment vissza, hogy atyám, segíts már nekem, adj bölcsességet, hogy költsem el ezt a pénzt. Nagyon sokszor nem kérjük, és ez is egy olyan üzenet volt számomra, és tanít az Úr, hogy kérek bölcsességet a költéshez, a pénznek az elköltéséhez. Mert a mi pénzügyi szokásaink, azok meghatározzák a mi pénzszerzési szokásainkat is. Nyilván, amit mondtam, ha többet költünk, akkor több kell a másik oldalról is, hogy bejöjjön. És ezért kell egy második munkahelyet vállalni, egy harmadik munkahelyet vállalni, ezért kell hajnalba elmenni, és késő este hazajönni. Nekem is volt egy ilyen időszak, amikor így mentem el, reggel 6-kor elmentem, a gyerekek még aludtak. És aztán este hazamentem 10 órakor, akkor már aludtak. És a pénzért hát mentem. Akkor feleségem kérdezte, miért most ez haza? Hát azt mondom, azért, mert dolgozok, értetek, dolgozok, nektek szerzem a pénzt, meg kell, hogy éljünk valamiből. De azért, mert többet költöttünk, mint amennyi jött el, és többet kellett dolgozni, és menni. És ebbe is tanítson az Úr bennünket, hogy mennyit költekezünk. És a mi pénzköltési szokásaink megmutatják az Istennel való kapcsolatunkat is, Krisztussal való kapcsolatunkat. Meglátszott a tékozókban is, az ő ruháját, meg lehetett látni a pénzköltési szokását, hogy milyen ruhába jött haza. Meg lehet látni a mi öltözködéseinken, a mi életvitelünkön azt,
hogy a költésünk milyen. Milyen kapcsolatban vagyunk az Úrral. A pénzköltési szokásaink ezt is megmutatják világosan. És tényleg az Úr tanítson ebbe bennünket, mert sokszor én is volt, hogy nem kértem ki az Úrnak a tanácsát ezekben a dolgokban. És megvettem az alapszükségletet, aztán a szükségletet, aztán a luxust, és még megvettem azt is, amit másnak veszek meg. A luxus fölött még van egy pénzköltési szokás, amit csak azért vesz meg az ember, hogy a másoknak mutassa, hogy neki milyen van. És én is vettem így egy luxus autó 10 évvel ezelőtt, úgy, hogy már volt 2 másik komoly autónk. És vettem egy luxus autót. Én nem kértem ki Istentől ezt, hogy Uram, elkölthetem erre a luxus autóra azt a pénzt, hanem megvettem. De nem használtam. Nagy értékű autó volt, mindig nézegettem otthon, aztán lemosogattam, esetleg akkor elővettem, és hát olyan ritkán vettem elő, hogy akkor nem elült az akkumulátora állandóan. Volt, hogy mentünk Pestre, és leálltunk a benzingúrnál, de nem indult újra, akkor meg kellett kérni egy másik autóst, így bebikáztuk, és nem használtam ezt az autót, nagyon ritkán. De akkor is nem szolgálatban, nem Isten ügyébe használtam, hanem csak a saját kesztelésemre. És akkor láttam, hogy úgy nem sok értelme van ennek az autónak, de mégis azért a szívem ott volt, ragaszkodtam hozzá. És aztán legközelebb, ahogy így vezettem, a tükörbe hátranéztem, valami így elsuhan. És kiderült, hogy oda kaptam a fejem, egy egér volt ebbe az autóba. Én nagyon-nagyon utálom az egereket, a békákat és ezeket az állatokat, és utána egy ilyen ragacsot tettem ki, és elfogta ezt az egeret. És aztán utána, amikor legközelebb beleültem, még egy egér volt benne, megint láttam. És na, attól a perctől fogva, akkor én, Isten meggyűlöltette velem ezt az autót. De addig ültem bele, míg elvittem a kereskedő, és adják el ezt az autót, minél hamarabb. És néha Isten küld egereket, vagy dolgokat azért, hogy tanítson bennünket költekezni, és megutáltassa azokat a dolgokat, amilyen luxus dolgok, ami nem lett volna rá szükség, de mégis ami szívünk ragaszkodik hozzá. És soha nem gondoltam volna, hogy ezt a gyönyörű autót én meg így megutálom, hogy nem ülök bele, soha, azt mondom, hogy soha többet én ebbe nem ülök bele, ebbe az autóba. Tehát kérünk bölcsességet a költekezéshez is, vagy a pénzköltéshez is. Aztán befektetés, ez is nagyon fontos, ahogy olvastuk is, kereskedésbe, vállalkozásba fogtak, befektették ezt a pénzt. És az utolsó kis kártya, takarékoskodj, a megtakarított pénzedet tartsd a takarékban, 5%-ot kamatot fizet a takarék pénztár betéteidért. Okosan gazdálkodni, ez azt jelenti, hogy befektetni ezt a pénzt. Azt mondja Isten igéje, hogy kívánatos kincsek és drága olaj van a bölcs házában, a bolond pedig mindenét elkölti. És úgy gondolom, hogy nem baj, hogyha okosan befektetjük a mi pénzünket. Van ez a korábban volt a fundamenta, megtakarítás, lakáskassa, takarék, és most is vannak olyan jó és hasznos dolgok, amiben úgy gondolom, hogy be lehet fektetni a mi pénzünket. Bölcsen lehet gazdálkodni, sáfárkodni vele. Vagy egy autóba is. Nekem most is van egy luxus autóm. De ezzel nagyon sokat járok szolgálni, nagyon sok helyre, és viszem a testvéreket is szolgálni ezzel az autóval, és befektettem, és az Isten országába is befektettem ezt az autót, mert Istené is tőle kaptam. Tehát lehet befektetni dolgokat, és lehet nem megvenni dolgokat, és úgy gazdálkodni, és úgy megtakarítani. Nagyon sokszor a megtakarítás a vagyon, az pont egy meg nem vett luxus autó jelenti, egy meg nem vett aranylánc, egy meg nem vett luxus dolgok. Ezekkel is mi gazdálkodunk, befektetünk, ha ezeket nem kell megvennünk, amire nincs szükségünk. Az Úr segítsen bennünket ebbe is befektetni. Aztán a hitel, ez is egy érdekes kérdés. Úgy gondolom, hogy az első két szolga nem hitelből finanszírozta magát. Nem újabb hitelt vett fel, hogy majd a hitelből adja oda a gazdának a plusz pénzt. És ez is egy érdekes terület és veszélyes terület, nem akarok sokat beszélni róla, ha lehet, akkor kerüljük el a hitelfelvételt. Mert azt mondja Isten igéje, a kölcsönvevő a kölcsönadó szolgája lesz, a Példabeszédek könyvéből mondja. De persze ez alatt is vannak kivételek, de oda kell nagyon figyelni, mert nagyon sokszor van az, hogy az ember eladósodhat, ha hitelt hitelre, újabb hitelt vesz fel. Cigány testvéreknél van ez, járunk ki szolgálni, és akkor ők mondták, hogy mondta András testvérnek az egyik, hogy vettem 2 disznót. Hát miből vettél? Hát ilyen uzsora kamatból, hitelt vettem föl. És akkor ott görgetik maguk előtt ezt a hitelt. És annak idején én is vettem fel ilyen uzsora kamatos hitelt.
Nagyon nehéz kilábalni belőle, nagyon nehezen lehet megszabadulni tőle. És mégis más, amikor az ember lakásra vesz fel, és Isten erre bátorítja, vagy céges hitelt is, mi még kaptunk 0%-os vagy 2%-os hitelt, az ember buta lenne, ha nem venné fel, de például ebbe is Isten segítsége kell, hogy mennyit, és mire használom a hitelből felvett pénzt. És megint más kategória, úgy gondolom, a testvéri kölcsön. A testvéri hitelezés, ez nagyon is helyén való, én véleményem szerint, és lehet kölcsön adni a testvéreknek. Ha lehet, akkor kamat nélkül, de hát van időkben ez is egyre nehezebb. Tehát a hitelfelvétel. Aztán még az adakozás területe is van, hogy nagyon fontos ez. Ez már nincs benne a gazdák, hogy okosan van, hogy adjál a te testvérednek, és adjál Istennek abból, amit megkaptál. És nem az a kérdés, hogy mennyit adjunk, hogy 10%-ot, hanem az lenne a kérdés, hogy mennyi maradjon meg. Mennyit használhatok fel, Uram? És lehet, hogy pont a 90%-ot kéne odaadni, és a 10-et megtartani magamnak. Sokszor az ember úgy a 10%-ot is, hogy hú, hát ezt oda kell adni, a 10-ed, meg ez az Ószövetségben volt, hát azt gondoljuk, hogy most kevesebb Ószövetségben 10-ed volt, most meg 20-ad. Egyik testvér a matekból nem olyan jó volt, és akkor mondták, hogy testvér, adakozni kéne, hát adtál 10-edet. Én még beadom a 20-adot is. Úgyhogy lehet, hogy milyen 20-at fizetők vagyunk, vagy nem adakozunk úgy, ahogy kellene. És olyan jó lenne, hogyha az Úr ebbe is tanítana bennünket, bölcsen gazdálkodni, hogy adakozzunk. És elsősorban az Úrnak és a testvéreinknek is. Két pont van hátra. Az egyik, hogy a okosan való gazdálkodásnál megérinthet bennünket a hatalomvágy. Minél több pénze van az embernek, akkor úgy ezzel jön az ördögnek a támadása is, hogy nagyobb vagyok már, és szeretnék egy kis hatalmat is, befolyást magamnak. És ebbe is megkísértett engem az ördög, nem a mostani választásoknál, egy korábbinál, hogy megismerkedtem politikusokkal. És köztük volt magasabb rangú politikus is. És akkor úgy barátkoztam, ismerkedtem el, sőt a kampányt támogattam is egy nagyobb összeggel. És akkor úgy bennem volt, hogy milyen jó lesz majd, hogyha esetleg ők kerülnek hatalomra. Akkor majd nekem is lehet jut egy kis hatalom, vagy kis befolyás, ha más nem ott az én helyi kis szintemen. És ez a hatalomvágy is megérinthet bennünket a mi gazdálkodásunk során. És aztán utána, hogyha az ember a hatalmat meg akarja szerezni, vagy tartani, ahhoz pénz kell. És aztán utána mindent feláldoz ennek érdekében. A mérhetetlen pénzszerzés vágya, az nagy kísértés az ember életébe. Ezért mondja Isten igéje, hogy amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Ismerek ilyen testvéreket is sajnos, akik eltévejedtek a mérhetetlen pénzszerzés vágya, a gazdaság vágya és a hatalom vágy miatt eltévejedtek a hittől. Erre is oda kell figyelnünk mindenféle szinten, családi, gyülekezeti szinten is, és a mi helyünkön, hogy az ördög ne támadjon ezzel bennünket, hogy még. És nem ismerik ezek az emberek a megelégedés szót. A Bibliában 7-szer szerepel ez a kifejezés, hogy megelégedés, és egyébként 6-szor a pénzzel kapcsolatos, hogy elégedj meg, megelégedni. Egyszer Rothschild bankár megkérdezték, hogy nagyon sok pénze volt, mennyi kellene még hozzá, hogy teljesen elégedett legyen. És azt mondta, hogy még egy kicsi, még egy kevés, csak még egy kevés. És tényleg így van, hogy így lehet, hogy még egy kevésre szükségünk van. Holott már rég elég lenne. Ismerik ezt a szót meg, hogy elég vagy megelégedés. Ebbe is tanítson az Úr bennünket. És aztán utána, amikor az ember oda megy, hogy bár megy és rohan a pénzért, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek és fájdalmat okoznak önmaguknak, akkor olyankor az egészséges erkölcsi érzékek is megtompulnak. És aztán utána enged az ember a csámításnak, és akár bűnök árán is meg akarja szerezni a pénzt, a hatalmat és a vagyont. Akár csalás, lopás, sikkasztás, és céges szinten is, ahogy beszéltem róla, áfacsalás, meg különféle dolgokból kifolyólag. De erre is figyelmeztet Isten igéje bennünket, hogy ne tegyük és ne engedjünk a csábításnak, hogy legyünk megelégedettek. És ilyenkor kellene leginkább az alázat. És ahogy mondtam, ilyenkor az ember pedig inkább felfúvalkodottá teszi a pénz és a hatalom. A mi kis városunk most híres volt, mert időközi választást kellett tartani. Volt egy fiatal polgármesterünk, aki 2 évig volt hatalmon,
meg a képviselőtestület is nem találta meg vele a hangot, összhangot, és feloszlatták a képviselőtestületet. És hát új polgármestert kellett választani, és testületet. Ő is egy fiatal ember, és nem tudta kezelni ezt a pozíciót. Nem tudott bánni, én úgy gondolom, hogy a pénzzel, olyan módon, ahogy ezt kellett volna. Nyilván nem kezelte jól a képviselőtestület se ezt a dolgot. És ha oda kerülünk, akkor a hatalomvágy is meglegyinthet bennünket. Erre is figyeljünk oda, és legyünk olyanok, mint Dávid, aki nagyon sok mindent elért, és azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy eljutottál engem idáig. Olyan jó lenne, hogyha ebbe az alázatba tudnánk lenni mi is. Még hogyha elértünk is valamit, vagy okosan gazdálkodtunk, vagy úgy gondoljuk, hogy okosan gazdálkodtunk, legyünk alázatosak. Alázatban tartson bennünket az Úr. És az van még, hogy a fiatalokat is erre tanítsuk. Ami pénzszerzési szokásaink, költekezésünk, az okosan való gazdálkodásunk, vagy éppen a nem okosan való gazdálkodásunk meghatározza a mi családi életünket, a gyermekeinknek a dolgait is. Akár Ákánra gondolunk, akár Géházira szolgálunk, vagy gondolunk, hogy kihatással voltak ezek a dolgok az ő családjaikra is. És a mai időben már a gyerekek nem a gazdálkodj okosanból tanulnak, hanem az internetről, Instagramról, Facebookról, és különféle ilyen területekről. Csak néhány fiatal láttam, egyik egy Tigrissel pózolt, a másik Ferrarival, Lamborghinivel, a harmadik egy magánrepülő, alá írtak, hogy megyek, meglátogatom a mamámat. Aztán a gazdálkodni okosan, van akinek azt jelenti egy köteg $100-ossal, hogy minél több, annál jobb, ez az én szlogenem. És hát tényleg lehetne sorolni, matekból, matek házi, számol meg mennyi pénzed van otthon, ez megint egy köteg $100-ossal. És lehetne sorolni, és ennek a következménye a fiatalok kiéinek, és néhányan a celebek közül is öngyilkosok lesznek. Ezért nagyon fontos, hogy amellett, hogy mi is okosan igyekszünk gazdálkodni a pénzünkkel, tanítsuk a mi gyermekeinket, fiataljainkat is erre, hogy Isten igéjéből tudjuk megtanulni okosan való gazdálkodást, és azt a gyakorlatba alkalmazni is, hogy ezt lássák a fiatalok és a gyermekek is. Mert ahogy mondtam, lesz egy elszámolás. És kétféle szolga volt, egyik az jó és hű szolga, aki okosan sáfárkodott, a másik pedig a haszontalan szolga. Hát legyünk mi azok, akiket így értékel majd Isten, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, akár az anyagi dolgokban is, okosan sáfárkodtál, és többre bízlak ezután. Az Úr így segítsen bennünket, és használjon, hogy tudjunk gazdálkodni okosan. Amen.